És ezen időszak alatt kétszer, illetve háromszor volt olyan pillanat, amely esetben az élettel összeegyezhetetlen adatokat produkált Soma. Én néztem az áldó Krisztust, és levettem a keresztet a nyakamból. Tehát az volt az első olyan pillanat, hogy zsebre tettem, és ott összevesztünk. Az a Csáki Soma akkor és ott meghalt. És ez azért nagyon fontos, mert, és hogyha durván is hangzik, mert ha mindig mindent ahhoz viszonyítanánk, ami akkor és ott volt a baleset előtt, akkor mindig szomorúak lennénk, akkor mindig izoláltak lennénk, akkor mindig átkoznánk mindent, és irigyek lennénk, és így tovább. Ha olyan szakemberekkel ismerkednél meg, akik a testről és lélekről egységként gondolkoznak, akkor ráhallgathatnál. Podcast az egészségértésről. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mai vendégemmel egy nagyon különleges helyzetben ismerkedtem meg, egy hit és gyógyítás konferencián, ahova én azért mentem, mert nagyon érdekel a lélektani erőforrás hatása a hitnek, és Laci egy nagyon jó előadást tartott mindenről, szülői szemmel, az ő történetüket szeretnénk most nektek bemutatni. Üdvözöllek, Laci! Szervusz, Ianori! Köszönöm a meghívást! Nagyon örülök, hogy itt vagy, amióta azt a konferenciát én hallottam, csak sorjáznak a kérdések bennem. Először is, hogy mindent megelőzzünk, a három legfontosabb dolgot Csáki Lászlóról elmondanád-e nekünk? Talán az első legfontosabb, hogy van egy úgymond polgári, vagy konzervatív, vagy szürke énem, tehát ezt a kedves hallgatók úgy képzeljék el, hogy a dél-budai agglomerációban egy kis ház, három gyerek, családi autó a ház előtt, labrador a kertben, hogyha nem dolgozunk hétvégén, akkor, ahogy te is bevezetted, ugye a hit és gyógyulás konferencián találkoztunk, akkor vasárnap reggel templomba elmegyünk, és egy szürke, hazai gyártású márkával járok a hétköznapokban. Tehát van egy ilyen klasszikus, nem tudom mi ez, polgári, vagy valamilyen mintázat, rá, igen, tehát hogy van egy ilyen életem, van a második, az egy ilyen teljesítmény tisztelő, talán kicsit teljesítmény kényszeres, tehát szerettem a hősként nézek az egyéni olimpiai bajnokokra, minden ultrafutót tisztelek, szeretem azt, hogyha valaki egy nagy vállalkozást épít, és fizetést ad egy vagy több száz embernek, és én is próbálok ezen az úton járni, hogy így a határaimat elérjem, sportban, akár vállalkozásban, ledolgozott napok számában, tehát egy csomó mindenben. A harmadik pedig az értelemszerűen a hithez kapcsolódik, tehát van egy hitéleti világom, ebben nagyon komoly sörözések vannak lelkészekkel, beszélgetés hitoktatókkal, különböző konferenciákon, eseményeken való részvétel, ezekhez kapcsolódó olvasmányok bújása esténként. Talán ez a három pillér. Nagyon érdekes ezt a harmadikat így hallani, hogy sörözés lelkésszel, pont ezek a dolgok azok, amik engem nagyon kíváncsivá tettek, mert egy konferencián is ugyanilyen laza és nagyon jó stílusban adtad elő ezt az egészet, ami egy nagyon komoly dolog, mert hogy azon a konferencián a fiad betegsége és gyógyulása miatt voltál ott. Elmeséled-e nekünk Soma történetét, mi történt a családotokkal? Nagyon röviden próbálom összeszedni. Soma a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának a tanulója immáron két éve, és az első évben, illetve annak az évnek, tehát ez a tavalyi év 2022. április 4-én, ahova a kollégisták kiszoktak járni a vacsora utáni és a pihenő előtti szabad egy-másfél órájukban, ez egy a Sátoros hegyekre, Sátoraljaújhelyre néző nagyon szép park, amely park oldalában futnak a vonatsinek, tehát ez már nem a pályaudvar, hanem ahogy távolodunk a pályaudvartól, Sátoraljaújhelyre egy nagyon jó, ilyen kövekkel kirakott szép terület. Ők oda mentek ki, úgy hívják, hogy fiataloskodni, hát legyünk őszinték, én gondolom, hogy egy elektromos cigaretta, egy selfie, tehát ahogy egy koleszes életben ez benne van. Többen mentek ki azon az estén is. A Soma egyik barátja fölmászott egy vagon tetejére, amely vagon fölött ugye 25 ezer volt, most nagy feszültségű vezeték volt, ez a vezeték áthúzott, megrázta, tehát ezt úgy mondják, hogy felrobbant, illetve felgyulladt a barátja. Soma ezt látta, és
és hát neki indult, hogy segítsen a barátjának. Ő is feljutott még a vagon tetejére, és őt is megrázta. A 25 ezer volt. Mind a ketten leestek a vagon tetejéről. Soma koponyatörést, lábtörést szenvedett, illetve ugye utólag tudtuk meg, hogy testének közel 60%-a másod, illetve harmadfokú mély égést szenvedett, a barátja is hasonló sérülésekkel. Ők aznap este bekerültek a miskolci kórházban, ott a traumatológiára, és hát életmentő műtétet hajtottak végre Somán. Ez egy koponya műtét, egy koponya ödémának a feltárása vagy eltávolítása volt, és ugyanivel ez egy gyermekégéssebészeti alapprobléma volt a koponyatörést követően, ezért két nappal később a református egyház Betesda kórházába szállították át az égés intenzívre, ahol eltöltött nagyon fontos, hogy kábításban, mert ugye altatásban fölébred egy nagy égett gyerek, annyira fáj, tehát ez ópiát alapú, ha jól tudom, de nem vagyok szakember, de kábításban ott eltöltött több mint másfél hónapot, sajnos közben a barátját elveszítettük nagypénteken, és az 56. napon hangzott el az a mágikus mondat, hogy ilyenkor már nem szoktak meghalni, tehát az 56. naptól kezdték el Soma visszahozását, ébresztését, 12-14 komoly bőr átültetés, ezt megelőző a saját testéről adófelületként, hát mi ezt csak úgy hívjuk, de így fogom hívni a beszélgetésen, ugye nyúzott, tehát bőrnyúzás, bőr átültetés, és hát minden, ami létező, bakteriális, vírusos, gombás fertőzés, hiszen egy ekkora égett gyerek, ugye ez teljesen ott állt a vese, a vérnyomás, az egekbe volt, gyomorszondás, táplálás, és ezen időszak alatt kétszer, illetve háromszor volt olyan pillanat, amely esetben az élettel összeegyezhetetlen adatokat produkált Soma, tehát végül is mi 56 napig nagyon rosszul vártuk, mert a vártuk az egy az ember vár valami, amit jó, de teljesen föl voltunk készülve rá, hogy elveszítjük. Somát ezt követően az égés osztályra került ki, és valamikor augusztus magasságában, már összefolyik az idő, 3 hónap elteltével megkaptuk a bizalmat főorvos asszonytól, hogy otthon rehabilitálódik immáron, ugye 10 hónapja. Hú, még röviden, röviden összefoglalva, igen. És úgy átmegy az emberen az útenger. Ezt már ott az első találkozásunkkor is megfigyeltem, hogy te nem félsz a szavaktól, egészen konkrétan kimondod ezeket a nagyon nehéz tartalmú dolgokat, amiket én hallottam már ott, most is hallottam, olvastam rólad sokat, mégis fut az emberen azért ilyenkor a hideg, úgyhogy ezért én se vagyok nagyon távol a nagyon nehéz beteg gyermekektől. Hogy lehet ezt így családilag bírni? Hogy talán és nem is kell röviden, de hogy így attól a pillanattól, amikor csörög a telefon, akkor már rögtön gondolom érezted, tudtad, hogy ez most nem egy olyan telefon. Hogy volt ez is? A te, vagy ti, a feleségeddel együtt a ti megélésetekben hogy kezdődött, és hogy álltok most ehhez képest? Ugye először is ez egy sztori, egy virág, egy fekete virág, ami kibomlik onnantól kezdve, hogy egy... Próbálom képszerűen elmondani, hogy kedves hallgatóknak izgalmasabb legyen. Nekem 2 nővére van Somának, ugye Somának hívják a fiam, aki a balesetet elszenvedte, és a kisebbik nővére, ő aránylag komoly falmászó, vagy teremmászó, vagy bulderezik, hogyha valaki ismeri így a sportágat, és én április 4-én, én trénerként, coachként dolgozom, volt egy egész napos értékesítési tréningem, és volt egy másfél órás coachingom, egy igazi hasznos nap volt, és 7 órakor letettem a telefont, és 4-8-kor beálltam a mászóterem parkolójába, hogy várom a kislányom, amikor is hívott a kollégium gimnáziumának az igazgatója, és a mai napig megmarad mind a kép, tehát sötét van, készülök egy békés estére a lányaimmal, a feleségemmel, hogy majd vacsorázunk, elmeséljük a napot, és Csáki úr, történt egy kis baleset. És ugye a kis balesethez kapcsolódó asszociációnk, az nem tudom, eltörik a lába valakinek, vagy lehorzsolja a gyerek a térdét, vagy a kosárlabdával, nem tudom én, orba dobják, igen, tehát hogy a kis baleset, és akkor igazgató úr mondta, hogy hát a vonat tetejénről leesett Soma, akkor már úgy érződött, hogy ez a kis baleset az én
gondolataim szerint ez már egy nagyobb baleset, és akkor utána mondta, hogy jönnek Miskolcról és Szerencsről a rohammentők, és akkor már tudtam, hogy ez egy nagy baleset. Addigra beült mellém a kislányom, és hallotta, amit az igazgató úrral beszélek, akkor ő már sírt, és kérdeztem, hova fogják vinni, és mondta, hogy a Miskolci kórházba. És akkor leraktam a telefont, hazamentem a feleségemről, ez Budaörsön történt, a beszélgetés, Biatorbágy, nem tudom, egy 10 perc volt autóval, fölvettem a feleségem, és nagyon érdekes volt, hogy jutottunk le Miskolcra, van egy pici ilyen dolgozós, kétszemélyes lassú autónk, és a nagylányom volt olyan összeszedett, hogy nem engedte, tehát az autóval kellett mennünk, amivel nem lehet azért borzasztó gyorsan menni az autópályán. Nagyon érdekes volt, hogy ezt az autót vigyétek, ennyit tett egy 18 éves gyerek bölcsességével. Bizony. És azzal az autóval, hogy több mint 2 óra volt Miskolc, és ezzel a csörgött a telefon, és bontakozott ki a kép, és az első sok mindenki számára az volt, hogy mi búcsúzni megyünk Somához. Tehát a kis balesettől 140 perc múlva ott tartottunk, hogy nem lesz fiunk. Tehát ő 15 éves volt januárban, és én azt gondolom, hogy a sorsnak, jó Istennek köszönhetjük ezt a 2 órát, hogy olyan sokszerűen érkezett, olyan gyorsan bontakozott ki, olyan mértékben 180 fokot fordított mindenen, hogy csak a racionális része maradt, és az emocionális, ezt egy átlagos, ez ugye a te szakmád, de én nem tudtam kezelni, tehát én nem sírtam, nem gondoltam semmi rosszra, tehát egy olyan bénító, amikor ilyen kegyes áldott állapotba kerül az ember, hogy fölmenti a sokkal, nem tudom, gondolkodás felelőssége alól, és akkor lementünk. És igazából, amikor megértettük, hogy itt baj van, tehát, hogy itt baj van, az, amikor, ha emlékeznek a kedves hallgatók, tavaly nagyon érdekes volt, mert április első hétvégén még esett a hó. Akkor volt egy havas hétvége. Ez az utáni hétvégének az első hétfője volt, tehát téli kabátban voltak Somáék, fölöltözve sapkába, tehát egy ilyen télies ruha, és nyílt az ajtó, és akkor tudták, hogy mi vagyunk a szülők, akkor kiadtak egy égett pár cipőt, és összeégve az irattartóját, hogy ennyi maradt. Yes. És rá volt írva a neve. Tehát rá volt írva a neve, hogy Csáki Soma, és hát ez egy kórházi zsák, most a kedves hallgató, ez egy kukás zsák klasszikusan, tehát ez nem negatív értelemben, és hogy aláírnál lenne kedves, és ezt átadtak egy zacskót, amiben egy füst szagú cipő volt, egy irattal, és mondták, hogy menjünk haza, majd telefonálnak, tehát, hogy azért nincs túl sok esély arra, hogy a Soma életben marad. Tehát megérkeztetek Miskolcra a kórházba, és ott nem műtőben volt. Műtőben volt, éjjel egykor, és azóta is az ott dolgozóknak végtelen hálásak vagyunk. Be is mentem a kórházba ezt követően megköszönni. Ott, akinek olyan lélek jelenléte volt, hogy szó szerint is elnézést a kedves hallgatók, ott ugye füstölt Soma. Hát ez egy 70 centis lánggal ég ilyenkor egy gyerek, tehát ez nem egy vasaló égetés, vagy egy ilyen kisebb. Tehát, és a CT-ből kihozva az ügyeletes orvosnő azt mondta, hogy koponya műtét. Tehát, de úgy, tehát ez elképzelhetetlen, én sem igen, tudom elképzelni. Hogy észreveszi, hogy belemegy, hogy kiteszi Somát. Tehát, hogy nem ijednek meg attól, hogy fiatalkorú, hogy azonnal szállítsák valamilyen gyerekosztályra, hanem látja a növekvő ödémát, aminek egyébként köszönhetjük, hogy Soma szellemileg teljesen épp, és szinte bizonyos dolgokban akár még élesebb is, mint volt. Úgyhogy ott volt egy életmentő műtét, és onnan mentünk mi haza, és ez nagyon erős átkötés talán így a hithez. Onnan mentünk haza, amely, hogyha megengedett, hogy így hát igen, is kössek. Igen, is. És ott a haza, az nekünk ilyen szerencsés véletlen miatt, Tarcalon van egy pici kunyhong. Tarcal az Tokaj mellett van a kedves hallgatóknak, de talán többen ismerik, ez a Tarcal, Tokaj, Tája, Mád, ugye ez a Bor és hegyaljának a szép pincéi. Tarcal 29 km Sárospataktól, és mi úgy gondoltuk,
még mikor Somát megtudtuk, hogy felvették Sárospatakról, hogy hát azért 310 kilométerre van Biatorbágytól, hogy Tarcalon egy ilyen pici, tényleg egy kunyhó, egy 70 éves kisház, ami 60 négyzetméter, hogy arra, hogy néha megaludjunk és hogy Somával legyünk, erre jó lesz. Na most oda mentünk haza, hiszen a Miskolci kórházban volt Soma, és ennek a kertjéből látszódik az Áldó Krisztus. Hogyha valaki a tarceli Áldó Krisztus szobrot megnézi akár az interneten, de remélem így a nyár folyamán személyesen, ez egy gyönyörű hely, és ez látszódik. De ez egy nagyon hideg, nagyon furcsa éjszaka, megvilágítva, ez fehér, azt hiszem márványból van. És a feleségem bement a házba, én néztem az Áldó Krisztust, és levettem a keresztet a nyakamból. Tehát az volt az első olyan pillanat, hogy zsebre tettem, és ott összevesztünk. Ez nagyon fontos, hogy nem eldobtad, nem a kukába hajítottad, hanem zsebre tettem, és összevesztünk. Tehát, hogy akkor neked itt megrendült a hited, de nem szűnt meg, vagy... Én azt gondolom, hogy bár az emberi logika, és hívjuk így a Jóisten logikája, az valószínűleg nem ugyanúgy működik. Tehát számunkra érthetetlen sokszor az, ami történik, számára talán az érthetetlen, hogy mi mit művelünk itt a Földön. Emiatt inkább azon gondolkoztam, hogy visszaveszem majd a keresztet, hogyha megértem. Tehát inkább volt egy ilyen, mikor egy párkapcsolatban azt mondjuk, hogy tartsunk egy kis szünetet, tehát még akár lehet is belőle valami, tehát mélyen azt hisszük, de ott és akkor abban a pillanatban nem azt mondtam, hogy legyünk barátok, hanem hogy most tartsunk egy kis szünetet. Időre van igen, szükségem. Időre van szükségem, hogy ezt megértsem, és akkor és ott azért összevesztünk egy picit. És pont ehhez kapcsolódik, ugye az előbb említetted, hogy ott egy ilyen racionális vezetés volt, amikor még Miskolc felé mentetek, és azt mondja, igen, a pszichológia, ami szerintem egy nagyon kíméletes dolog, hasonlóan az Isten hithez, hogy van ez az érzelmi kiüresedés az ekkora sokra, az ilyen mértékű krízisre, ami egy kicsit felmenti a lelket az alól, hogy most abban a pillanatban ott meg kell ilyen küzdeni. Amikor ez a sok elmúlik, akkor viszont nagyon is életbe lép mindenfajta lélektani küzdés, ami szerintem az egyik legerősebbnek mondható, az a hit. És hogy ott állunk egy pár órával a történtek után, úgyhogy Soma talán akkor még műtőben van, igen, amikor hazamész, zsebre vágod ezt a nyakláncot, akkor mi egyéb az, ami ilyenkor segít, hogy másnap is bemenjél, és higgyél, és felkeljél, és a következő lépésben bízzál, hogy menni fog. Így volt ez egyáltalán, bíztál? Annyira így volt, hogy ott nagyon gyorsan kerestem magamnak egy gondolatot, hogy miben. És nekem ebből a szempontból nagyon egyszerű helyzetem van, és áldás alatt vagyok, és nagyon nyers lesz, amit mondok, de ugye nekem 3 gyermekem van, ebből a Soma az egyik. Tehát ha elveszítjük Somát, akkor a család megy tovább Soma nélkül, ezzel a gyásszal, ezzel a hiánnyal, ezzel az üresége, de én, mint apa, mint férj, én ezt tudom, hogy nagyon kegyetlenül hangzik, de akkor és ott tudtam ebbe kapaszkodni, hogy tehát a lányaimnak mit úgy mondom? Úgy kegyetlen, bocs, hogy ez igazság kegyetlen, és hogy ezt pszichológusként én nagyon kutatom is, csak hát ilyen kérdést ugye nem tesz fel az ember, hogy meg hál' Istennek elég kevés lehetősége is van erre, hogyha van egy olyan család, ahol egy gyermek van, és őt kénytelenek elveszíteni, vagy ahol 3 gyermek van, és az egyik kerül egészen közel az életveszélyes, vagy hát életveszélybe, akkor ott van-e különbség, ugye nagyon összehasonlítani. Nem tudjuk, de hogy képzelni, így képzeljük. És azért ezt tudod, Laci, így hallani, hogy ezt valaki látja úgy, hogy éppen benne van, és még ki is mondja. Ezek nagyon fontos dolgok, mert hogy olyan tabukat kapargat, vagy talán dönt le, amit az ember így a gyászolás, a veszteséget átélés mentén nem mer kérdezni. Talán emlékszel a konferencián is, én nagy bátran, hát nem is tudom hányszor járt már körbe a mikrofon, mire magamhoz mertem kérni, mert hogy én ott azt kérdeztem tőled, hogy volt-e tulajdonképpen ez a pont, amiről most beszélgettünk, hogy volt-e olyan, amikor azt mondtad, hogy inkább menjen ez a fiú, hogy ne szenvedjen, és hogy ilyet lehet-e kérdezni egy szülőtől, és van-e erre jó válasz.
rossz, vagy nem is jó, de legalább elmondható, ami még a lelked elbír. És hogy most meg itt ülünk egymással szemben, és ennyire markánsan megfogalmazod ezt, ez lehet, hogy kegyetlenül hangzik tényleg, de hogy ez az igazság, és ezek nagyon fontos kegyetlenségek, vagy igazságok, amiket kimondasz. Hogy alakult ez tovább benned? Igen, tehát ez volt az első olyan gondolat, ami tényleg az első. Én azt gondolom, hogy ott álltam, levettem a keresztet, és akkor megfogadtam, ami a mai napig tart, ugye ez most már 14-15 hónapja, hogy hát mindenki elgyengülhet, csak én nem, mert hogy nekem kell támogatni a feleségem, akinek azért ez a fiával történt, ami ugye szintén ez a te szakmád, ahogy ez én a lányaimmal, ez egy szerelem kapcsolat, most a szónak a legnemesebb értelmében, ugye egy anyának a fia, a sportoló, a gimnazista, a szép, hát meg a legkisebb, igen, meg a legkisebb, tudom. Így van, tehát én nem vártam, nem gondoltam, hogy a feleségemnek ez esetben ugyanolyan erősnek kell lenni, és utána ugyanolyan erős volt, és akkor azon gondolkoztam, hogy igazából nincs is opcióm, hogy én most itt elgyengülök, sírok, nagyon érdekes volt, hogy ott megfogadtam, hogy én teszem a dolgom, és az én dolgom az, hogy a feleségem, a két lányom, a Soma, ez egy kicsit megváltoztak a paraméterek, hogy hogyan és mint kell tenni, de egy nagyon felszabadító volt, hogy nem kezdtem el gondolkozni, mert úgysem értem, hogy ő miért kap ilyet, hogyha van ilyen kérdés, hogy mi miért kapunk ilyet, hogy ezt ki érdemelte, hogy ez igazságos, miért nem más. Tehát egy-két óra düh volt benne, és másnap reggel már nagyon szisztematikusan emlékszem, mentünk be Somához, intéztük a Betesdát, igazgató református egyház, tehát elindult az a projekt, ami a gondviseléssel együtt a Soma legmélyebb pontról történő felállása. És hogy itt kapcsolódik abszolút ide a teljesítmény tisztelet, tehát hogy egy nagyon jó kis működésmódhoz fogtál rögtön, hogy akkor megyek és csinálom, igen. És amit lehet tenni ebben a helyzetben, azt akkor viszont megteszem. És ide kapcsolódik talán a Soma könyv megírása és létrejötte, ami nem csak hogy az írás maga szerintem nagyon-nagyon értékes, és hát nagyon lacis, tehát hogy abszolút emlékszem az inges részre, hogy te mindig fehér inget és alattad, hogy az is egy ilyen, hogy mondjam, annyira odaillő könnyítés, hogy a többi nehéz tartalmat el tudja tőle olvasni az ember, és hogy nem feltétlenül áll meg itt az a könyv, hanem az egy támogatási formátok is, családilag, ha jól tudom, visszafelé a kórház felé, a Bethesda felé. Ez a cselekvés, mint Soma könyv megírása, ez a teljesítmény oldalú megküzdés, hogyha lehet ilyen pszichológusosan annak hívni, ez mikor kapcsolt be, és ez hogy alakult a Soma könyv? A nagy égett gyerek élete, ugye az első, aki intenzíven van, ugye az hát ugye te végképp tudod, ez akut életveszély egész addig a pillanatig, amíg az intenzívről ki nem jön. Ezek a kérdések, hogy jobban van, ugye már nem fog meghalni, ugye fog látni, szellemileg épp, stb. Ezek... Bocsánat, csak azért vágok közbe, mert te emlékszem, amikor erről beszéltél ott a Bethesdában, és én annyira megörültem ennek a mondatnak, mert tudod külsősként megérkezni egy kórházba, és ott elkezdeni dolgozni. Megkaptam én is annak idején szülőként azokat a mondatokat, amik a mai napig vezérelnek, meg ott is ugye nap mint nap a munkám során, de hogy ez egy nagyon ütős mondat volt, hogy amíg az intenzíven van, addig akut életveszély. Ennek mentén nem kérdezgetünk ilyeneket, igen, amiket te felsoroltál, és hogy ez azért segítség, amikor az ember egy ilyet ért és tud a környezetéről, hogy most egy ilyen helyen van. Igen, viszont a környezet, mivel hál' Istennek nincsen tapasztalati tudása arról, hogy hónapokig intenzíven van élethalál között a gyermeke, ezért az önmaga megnyugtatására is egyébként, ami nagyon helyes, ő 2-3 hét, 4 hét, 5 hét múlva ugye mindenki kérdezget, hogy ugye Soma már jobban van, hiszen egy kéztörés, egy mandula műtét, igen. Tehát egy foghúzás, ugye mi azt gondoljuk, és ezt tapasztaljuk, hogy ezek ilyen javuló dolgok. És nagyon nehéz volt azt mondani, hogy Soma mélypontja mondjuk az 5. héten volt. Tehát amikor egyszerre volt tüdőgyulladása, állt a vesélye, 42 fokos láza volt, és éppen nem tudom én, az ledobta magáról az egyik implant bőr. Tehát, hogy nagyon nehéz. És akkor
rengeteg támogatást kaptunk, és a kérdésedre a válasz, rengeteg, itt nem anyagi, tehát itt egy lelki támogatás, és a legnagyobb támogatást pedig ott érzékeltük, és akkor éreztem azt, ami nagyon megfogható volt, hogy Soma 110 egységnyi vért kapott, ez nagyon sok. Igen. Ez a 110 egységnyi vért tényleg Zempléntől kezdve Pátyig bezárólag Budapesttől, Gyáraktól, Biatorbágyon át nem egy helyen elfogyott a vérgyűjtő tasak, és akkor jöttünk arra rá, hogy ez szintén azt hiszem a te szakmád, ha jól tudom, ezt azt mondta egy pszichológus barátom, hogy ez az izoláció fázisa, amikor nem szívesen beszéltünk Somáról, mert lehet, hogy azt mondom, hogy Soma egy picit jobban van, abban a pillanatban igen. elveszítettük. Tehát, de ez igen. nagyon hosszú ideig tartott, és a világ éhes volt a történetre, éhes volt arra, hogy hogy van Soma, hogy egyáltalán mi ez az egész, hiszen kevesen találkoznak ilyen, illetve aki találkozik, ekkora nagy éget gyerekek általában nem maradnak életben. És olyan 60. 70. napon, amikor tudtam már beszélni Somával, tehát ez nagyon fontos, hogy megvártam azt, hogy ő szellemileg épe, ha szellemileg ép, akkor tudja, hogy mi történt vele, ha tudja, hogy mi történt vele, akkor én ezt megírhatom, vagy sem. Ha megírhatom, akkor ülök az ágya szélén, ilyen talpig mindenféle zöld hacukában, ugye, hogy ne vigyek be bacit, vírust, gombát, és olvasom föl neki, és mint tehát kvázi cenzúrázza, hogy mi mehet ki. A könyv alapvetően hálából született, sztoriként leírva azt, amit nem tudtunk több ezer embernek elmondani szóban, mert ebben az izolációs fázisban, és most direkt használok kicsit vulgáris szót, én éreztem, hogy bunkó vagyok, és a feleségem is érezte, hogy bunkó vagyok, mert egy aggódó barát fölhív minket, aki 40 napja nem hallott Somáról. De nagyon nehéz neki elmondani, hogy mi semmit nem tudunk mondani Somáról, mert egy lélegeztetőgépet, torokkanüllel, gyomorszondával, kábításban egy homokágyban lebeg. Tehát egy intenzív osztályon, ahol bármikor meghalhat. Tehát ezt a mondatot nem szerettük volna elmondani, és akkor így született a könyv, és azt gondolom, és picit visszadobnám a labdát, hogy mivel én nem jártam klasszikus értelembe, vagy ugye trénerként vannak pszichológus barátaim, velük beszéltem, tehát volt ilyetén kapcsolatom. Tréner kollégák alapvetően, akiknek ez az alapvégzettségük, de az én terápiám, lehet, hogy rosszul használom, ezt így kiírtam magamból. De hogy használod rosszul, és szerintem nagyon is és, jó. És ez, tehát ennek kettő célja volt először, ezt követően igen, ahogy mondod, amikor megjelentek olyan költségelemek a Soma rehabilitációjában, ami túlmutat egy hétköznapi ember lehetőségein, akkor ez az adományozásnak is egy jó alapja, de nem ennek indult. Tehát nem ennek indult a teljes nyomdaköltség, a logisztika költség, ugye a mai napig ingyenesen hozzáférhető a Soma könyv, erre nagyon-nagyon figyelünk. És remélem büszkék is vagytok. És nagyon büszkék, helyes, és azt gondolom, mivel teljesen publikus, hogy a hatodik utánnyomás jön, az ugye 5000 példányt jelentett, amennyi postára került eddig, teljesen díjmentesen. Ettől függetlenül vannak adományok, de a kettőt azt soha nem kevertük össze, és nem is vezettük össze ezt a jóisten előtt, ez nagyon fontos, hogy a feleségem intézi a könyvet, ha van esetleg valamilyen adomány, vagy Somának olyan fellépése, amiért honorárium jár, hogyha így mondhatjuk, akkor azt én intézem, tehát a kettő nincs összevezetve ezt bárki előtt. És ez így nagyon fontos. Úgyhogy itt született a könyv. Érdekes dolog ez, hogy tényleg fontos, hogy ilyen nehéz helyzetekben is, amikor az ember nagyon hatékonyan cselekszik, és egy olyat csinál, ami, ahogy mondtad, két legyet üt egy csapásra, hogy a közeli vagy távolabbi hozzátartozók is kapnak információt, egy icipicit bele tudnak kóstolni, bele pillantanak abba, hogy mennyire nehéz ott akár egy nap, egy ilyen ebből az 56 napból, amit felsoroltál, vagy ugye végül sokkal több. Ez a mi kórházunkban is általános tapasztalat, hogy ott ugye ebben az izolált helyzetben a szülők hallanak egy információt, azt már azért egy saját szűrőn keresztül tudják tovább mondani, tehát mondjuk például te a feleségednek vagy fordítva, tehát már más az az információ, és hogyha ezt egyre többször és akár üzenetben és elmagyarázva bizonyos szavakat még időt kell erre fordítani, akkor az nem csak, hogy nehézség, hanem új
újra traumatizálja minden egyes mondattal. És hogy kicsit furcsán éreztem magam az előbb, amikor mondtad ezt, hogy éreztem, hogy bunkó vagyok, én meg nagyon bólogattam, mert hogy ez nem, tehát hogy valóban a külvilág számára ez tűnhet a hagyományos értelemben vett bunkóságnak, de hogy aki ott van azokon a folyosókon, ő egy módosult állapotban van, egy más világban, ahol más a megértésnek a szintje. Sorstársakkal titeket hoztak-e össze? Egyáltalán vannak-e sorstársak ebben a nagy égett gyermekek csapatában? Ez nagyon érdekes, és nem tudom rá a magyarázatot. És ez szintén visszadobnám a labdát, tudom, hogy illetlenség, mert hogy én vagyok a vendég, és te vagy a házigazda, de nem, tehát nem jársom a csoportba, nem tartunk kapcsolatot sorstársakkal, nem követek Instagramon nagy égetteket, nem néztem utána, nem tudok többet a nagy égés betegségről, mint te vagy a kedves hallgatók ezen a Somán keresztüli tapasztaláson túl. Nincsen ilyen világhoz kötődésünk. Egy referencia személyünk van ez ügyben, a Betesda Kórház főorvos asszonya, amit ő mond, amit ő enged, azt csináljuk, nem keresünk egyéb gyógymódokat, nem keresünk egyéb lehetőségeket, ez ügyben, ugye hívő emberként furcsa, de ez ügyben nem hiszünk a csodában, mert nem, tehát nagyon érdekes, és nem is tudom, hogy miért van ez, Somára fókuszálunk, Soma ügye egyedi, minden egyes nagy égett ügy egyedi, minden egyes rehabilitáció egyedi, minden egyes szülő környezet egyedi, és azt gondolom, hogy van egy szakember gárda, ugye ez az égéssebészeti csapat a gyógytornászoktól kezdve főorvosasszonyig bezárólag, amit ők mondanak, azt csináljuk, mert ez az ő szakértelmük, ő világuk, és ezt nem kérdőjelezzük meg. Mégis, amikor mondjuk beütöd a keresőbe, hogy Csáki László vagy Csáki Soma, akkor nagyon sok történés van körülöttetek, ami mégiscsak a általatok sorstárs közösséghez szól. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos arról beszélni, hogy amellett, hogy Somának igen a rehabilitációját kiegészítsétek tényleg egy olyan szint után, ami már hétköznapi embernek viselhetetlen teher, azon túl, hogy én azt látom mindig ezeken az alkalmakon, hogy Soma mosolyog, mindig füligére szája, egyszer volt szerencsém igen személyesen látni ezen a konferencián, de hogyha futóversenyen vagy sárkányhajón, vagy a víz mellett vagytok, az a nagyfiú, az mindig mosolyog, és annyira jó látni, hogy nagyon aktív ez az ő gyógyulása a külvilág felé is, aminek szerintem van egy nagyon fontos szempontja, nem feltétlenül a hagyományos, együtt jártuk a folyosókat, és úgy is csak mi tudjuk egymásról, hogy mit éltünk át, hanem mint hogyha egy mondani való lenne ezzel a kampánnyal, talán már néha az a szó is eszembe jut, amit Somával együtt csináltok. Miért csináljátok? Itt a szükenvet sors közösségre mondtam inkább, hogy talán az nem alakult ki, tehát hogy nagy égettekkel így nem tartjuk. Én azt gondolom, hogy Soma szintén mint hívő fiatalember, ő nagyon éles lesz, amit mondok, és maximum majd kivágod, de mi ezt úgy éljük meg, hogy az a Csáki Soma akkor és ott meghalt. És ez azért nagyon fontos, mert, és hogyha durván is hangzik, mert ha mindig mindent ahhoz viszonyítanánk, ami akkor és ott volt a baleset előtt, akkor mindig szomorúak lennénk, akkor mindig izoláltak lennénk, akkor mindig átkoznánk mindent, és irigyek lennénk, és így tovább. Ha viszont ezt megfordítjuk és átkeretezzük, és ez nem egy ilyen nagyon önmagunk megerőszakolása, hiszen Somának papírja van arról, hogy meghalt párszor, így mi is elveszítettük párszor. Ehhez képest Soma itt van, ehhez képest Somával együtt igen nevetünk, nem tudom, Marvel filmeket nézünk, sikerült levizsgáznia most az iskolában 4,7-es átlaggal 29 vizsgát tett le, tehát hogy 29, ugye ennek nagyon komoly keretrendszere van, minisztérium által megszabott, hogy egy egyéni tanrendben igen tanuló gyermek hogy vizsgázhat, tehát hogy pont mondtam neki, hogy az érettségit észre se fogja venni, hogyha eljut így odáig. Tehát a mi mondani valónk, ez alapvetően Soma mondani valója, én maximum támogatom, tehát én csak a szürke eminenciás vagyok a feleségemmel, tehát hogy ő mondja, amit szeretne. Az első és legfontosabb, most ha már a kampányt említetted, az, és nem tudom, bennmaradhat-e a műsorban, de a véradás. Tehát a véradás, ez nekünk tartalommal töltődött meg, hogy életet ment. Tehát aki úgy gondolja, hogy most nem adok vért, mert
nyugös, nem érek rá, tényleg életet ment. Tehát ez nagyon fontos, hogy minden a patetizmus nélkül, mi látjuk, mi meg 110 egység az sok, tehát az, az nagyon sok, tehát ő ennek a kampánynak nagyon komolyan arca. A második, hogy bárki kaphat egy ilyen telefont a kedves hallgatók közül is, ez szintén kegyetlenül hangzik, 10 percen belül, tehát nehogy azt higgyük, hogy Soma megváltotta az összes rossztól a, nem tudom, a szülőket és a gyerekeket, és így tovább. Emiatt a mindennapok valós élet igenlése, az Somának nagyon fontos, hogy elmondja a világnak, hogy tudjuk, mikor vagyunk áldás alatt. Ez nem azt jelenti, hogy bagatelizálunk egy fogfájást, egy anyagi nehézséget, egy szerelmi bánatot. Ezek ugyanolyan, tehát nem a negatív jackpotot nyerte Soma, tehát azért ez ritka, hogy egy ilyen nagy éget. Tehát ez nem az ő történésén keresztül kell szűrni, de azt igenis a világ elé szükséges tárnia, hogy a test egyébként tényleg egy porhüvely, ha a lélek, a szellem a egybe van, rendben van, akkor azért ez egy korlátlan dolog, amit abból úgy ki lehet hozni. Valóban te döntesz arról, hogy éled meg. Valóban. Ez egy tudatos döntés, tehát, hogy ez, és a Soma ezt nagyon jól hozza, hogy ő nagyon örül, hogyha egyedül föl tud menni egy lépcsőn, és igen, másfél évvel ezelőtt 1:50 körüli fél maratont futott beszélgetve, tehát ezért az a világ annak vége, és ő nagyon örül, hogy apa, nem tudom, bot nélkül most fölmentem 4 lépcsőfokot, és akkor ez egy igazi mérőjövőröm, és én azt gondolom, hogy ő formálódik, hogy mi lesz az ő életének az üzenete. Én nem szeretném, és a feleségem sem megmondani, de hogy Soma szeret kiállni, szeret konkrétan tanúbizonyságot tenni, hogy a Jóisten az ő létezése tényleg csoda. És ezt én gondolom érzik a kedves hallgatók, hogy objektív realizmussal meg vagyok áldva, tehát hogy neki például, nekünk papírunk van arról, hogy minden ideg kiégett a lábából, ami ahhoz szükséges, hogy mozogjon. Erről nekünk papírunk van, tehát ideggyógyász van, és mozog. És mégis mozog a Soma. És mégis mozog a Soma. Tehát, tehát ez egy technikai kérdés, hogy az embernek van-e peroneusz ideg összeköttetése a lábában, mondjuk, neki nincs. Ez szükséges ahhoz, hogy... És hogy úgy fogalmazol, hogy az a Soma, az ott meghalt. Én rögtön fel is írtam magamnak, hogy akkor viszont újjászületett egy Soma, meg akkor gondolom, hogy a Csáky familiának is azért a lelkének egy bizonyos része. Mi az, amit így ettől az egésztől kaptatok, nagyon megváltozott, és szerinted örökre így is marad? Én csak elmondom az én példámat, én is, nekem szívbeteg volt a kislányom, és amikor azt a 6 évet végül is végig szorongtuk, és a 6. év végén megműtötték őt. Én emlékszem rá, ami neked az a telefon volt, hogy hol voltál a sötétben, ott Budaörsön, várva a nagylányodra. Nekünk az ugye szülés után emlékszem rá, hogy bekopogott a nővér, elvitték a Lénusomat ugye megvizsgálni, és bekopogott a nővér, és már a kopogás, az abból lehetett érezni, hogy ez az a kopogás, amivel valami nagyon nagy baj is együtt fog járni, és azzal a lendülettel megváltozott az értékrend, és teljesen átalakult, hogy mi a jó és mi a rossz, így hát én például nem mondom azt, hogyha esik a hó, akkor nem mondom azt, hogy rossz idő van, hanem azt mondom, hogy ma ilyen az időjárás. Ugyanúgy megnyitja például az embernek a lelkét, a gondolatait a hit felé, hogy egy ilyen mély maró irítséget tudok néha érezni a hívő emberek felé, és most ez a kifejezés jó értelmében, hogy mennyivel könnyebb, mert én ott állok mondjuk már dolgozói szerepemben, nem szülőként, egy család mellett, és én azt tudom mondani, hogy gondolok rátok, erősek legyetek. Egy hívő ember a vállukra teszi a kezét, és azt mondja, hogy imádkozom értetek. Egészen más a két mondatnak a súlya. És veletek kapcsolatban ez hogy volt? Van-e olyan dolog, ami tényleg teljesen megváltozott, és szerinted úgy marad-e? Ami teljesen megváltozott, és nagyon nagy áldás, én is, mint minden szülő, ugye aggódtunk, hogy valamilyen veszteség ér majd, és az a jó világ, ami körbevesz minket, az egészséges gyermekek, 25 éve vagyok együtt a feleségemmeltől kezdve egészen a kutyákig, cicáig, szüleim egészségéig, és minden egyéb, amitől aggódunk és szorongunk. Na most a Soma meghozta azt a felszabadító, de hihetetlen felszabadító érzést, hogy a saját életem értéke is
a tizedére csökken, tehát hogy mikor, hogy halok meg, mi lesz velem, ez egy ilyen jelentéktelen, icipici ponttá zsugorodott, nem tudok aggódni, tehát nem tudok azon aggódni, hogy ki tudom-e fizetni a gyógytornászt, mi lesz a háború kimenetele, tehát akár, és követtem, és ez nem egy közönyt jelent, nagyon igen, fontos, hanem egy nagyon mély érdeklődést, különbség, egy óriási boldogságot, hogy én, csak hogy a kedves hallgatóknak, hogy ez miből fakad, a gyermekorvosunk adott egy nagyon jó tanácsot, azonnal behívott minket, a Soma úgy tűnt akkor, hogy elveszítjük a negyedik, ötödik napon, behívott minket, és három tanácsot mondta, és mondta, hogy apuka, én már több ilyet láttam, nagyon fontos. Az első, tessék menni dolgozni, mert itt a rehabilitáció ekkora éget gyereknél, tehát ez nem 1-2-5 millió forintról beszélünk. Tehát itt sok pénzt kell összegyűjteni. Tehát ez itt sok pénzt kell, mert ez nagyon hosszú. Tehát ez 8-10 év, mire azt lehet mondani, de addigra meg úgy fejlődik, ugye az orvostudomány, hogy lesznek újabb talán eszközök. Tehát azonnal tessék visszamenni dolgozni, intenzíven fekszik, kábításban, otthon üldögélnek, sírhatnak. Tessék menni pénzt keresni. Óriási. Tehát egy nagyon kegyetlen, nagyon meglepett, vissza, mert így elszegényednek a családok. Apukák összeomlanak, anyukák otthon sírdogálnak, és már a gyermek relatív jól lenne, ha lenne erőforrás arra, hogy a rehabilitációt támogassák. Na most ez nincs meg, mert apuka egyébként érthető módon, tehát ezt teljesen elfogadom, meg anyuka otthon Jaj, veszékelt, igen, akkor köszönöm azt. Úgyhogy azonnal visszamentem dolgozni, trénerként dolgozom, és a hegyek között töltöttem a Mátrában majdnem 2 hetet, úgyhogy csak 3 napot jöttem haza, és a sztori lényeg, ott nem volt térerő. És reggel elkezdtem a tréninget, este elsétáltam egy dombbal arrébb, és fölhívtam a feleségem, hogy szia, életben van még Soma? Ugye, ez csak azért mondom el ezt a szintén nagyon erős példát, hogy egy tekintélyszemét, ha kiválasztunk ebben én kiválasztottam a főorvosasszonyt, a Soma intézményi lelkészét, illetve a gyermekorvost, és ez a 3 ember, amit mondott, hiszen én úgysem tudok normális döntést hozni, én úgy gondoltam, hogy amit mondanak, betartom, úgyhogy elmentem dolgozni, és egy ilyen életszakasz után, mert az eredeti kérdésed az volt, hogyan változtunk, az egész család könnyedebb, boldogabb. Nagyon érdekes, amit mondok, úgyhogy közben van egy szomorúság értelemszerűen benne, mert az ember gyermekének lehetséges bármelyik pillanatnyi halálát megélni 2 hónapon keresztül, most ehhez képest a saját halálom 0. Ez így van. Hát ehhez képest nagyon kemény, bárki halála 0. Tehát egy egészséges gondolkodásban vagy kötődésben, azt gondolom. És lehet, hogy így akkor nem is olyan furcsa az, amit mondasz, hogy egy könnyedséget kaptatok, igen, hiszen mondod, hogy Somát ugye el is veszítettétek, tehát igen, meg is kaptátok többször őt, és azért ez egy tényleg amilyen állapotban volt ő, ez egy nagyon nagy ajándék. És úgy, hogy szellemileg, ugye a mi kérésünk az volt, és most tudom, hogy ezzel egy nagy nem tudom, gondolati bombát robbantok, hogy Soma döntsön, hogy itt marad, de csak akkor maradjon itt, ha számára méltó életet tud élni. És most nagyon jogos lenne a kérdésed, hogy mi az, hogy méltó? És én ezt nem de szeretném... De kitaláltad magadtól, igen. De én nem szeretném definiálni, hiszen ismerünk olyan nagyon jó barátunkat, aki már születés óta nagyon sérült gyermeket nevel, aki nem, vagy nem, tehát hogy öntudatlan, vagy nem, nem lehet vele kommunikálni, vagy mi tehát nem tudunk vele kapcsolatban lenni, és egy fantasztikus kerek életet élnek, és most már mondjuk 18 éves a gyermek. Hogy ez méltó élete, vagy nem méltó élete, én azt gondolom, hogy ezt csak a szülők és a szűk család döntheti el. Úgyhogy nagyon nehéz volt, hogy a feleségemmel ilyen paraméter táblát készítettünk, hogy szerintünk mi a méltó. Ha megenged, de nem tudom, megoszthatom-e, hogy ugye feküdt Soma, és mi nem tudtunk, a Somának a feje 2,5-szeresére dagadt, én ilyet még nem láttam, ugye az ödéma miatt egy óriási ütést kapott, plusz ugye nagyon komoly, tehát ő elveszítette a fülét, a hajának egy részét, tehát ezek leégtek, ezek a dolgok, és
És akkor azon morfondíroztunk, hogyha kérhetjük a Jóistent és a gondviselést, hogyha már így egy kicsit úgy ránk tekintene, akkor mi a méltó? És akkor ez így visszagondolva ilyen megmosolyogtató, de persze nagyon szomorú, hogy üldögéltünk otthon a kanapén, hogy olyan jó lenne, ha szellemileg épp lenne. Tehát ez az első, tehát szellemileg legyen épp. A második, ugye az ödéma miatt mi nem tudtuk hetekig, hogy van-e szeme. De ezt hát, úgy érted, hogy az orvosok sem tudta? Senki. Mi nem tudtuk, hogy van-e szeme. Tehát mi nem tudtuk, hogy ha van szeme, akkor lát-e. A röntgenből valószínűleg utána nézhetünk volna, az intenzíven megölnek minket, ha ilyeneket kérdezünk. Mi nem tudtuk, hogy van-e foga. Ugye hát, ha valaki 5,5 méterről leesik 70 centis lánggal égve a fagyott földre, illetve betonra, az tehát nem tudtuk, hogy van-e foga. Ezek most így nem tűnnek, de ezek borzasztó komoly dolgok, nem, hogy lát valaki, van-e foga. Ugye a fülműtét, tehát bár tudtuk, hogy ez egy külső dolog, de hogy hall-e, Soma, tehát hogy hall-e egyáltalán Soma, és akkor azt gondoltuk, hogy ha lát, ha hall, ha szellemileg épp, és valami miatt beragadt nekünk, és van foga, tehát nem tudom miért, hogy ez hogy kapcsolódott ide, de hogy van foga, igen, foga, akkor ez egy méltó élet, és akkor nagyon imádkoztunk, mert egy ideig hát konkrétan hát állt a vesélye, hogyha a vesélye működik, és nem szükséges ugye élete végéig valami egy dialízis, vagy pelenkázás, stb., akkor ez egy méltó élet. És hogy teltek, múltak a hetek, tehát hogy voltak ebben ilyen felemelő pillanatok egyébként, akkor nem tudom, hívott a feleségem, láttam a fogát. És akkor nagyon jó, láttam a fogát. Akkor eltelik, nem tudom én, egy hét, láttam a szemét. És akkor, és de lát, elmondom, nem, vagy hogy nem, azt nem tudom, láttam a szemét. Ahogy jött le, hogy ez egy múmiát képzeljenek el a kedves hallgatók, de tokától bokát, tehát teljesen tényleg takra betekerve. Akkor eltelik, nem tudom, 4-5 nap, valaki hívja a másik, láttam a haj, valamennyi haja maradt, tehát láttam valamit, van egy tincs, vagy hogy, és akkor ez így szép lassan bontakozott ki, és amikor a kábításból ébredt, akkor mi úgy gondoltuk, tehát ugye a törött lábbal, az egész testét, hát ugye most a adófelület miatt több mint 80%-a sérült Soma testének, tehát hogy az sok, és akkor örültünk annak, hogy a kézfeje és az arcnak a szemből nézett profilja, hogyha tökéletesen szemből nézzük, az épp. Bizony, én is úgy látom mindig a gyönyörű fogsor mögött. Igen, és miatt nagyon-nagyon csalók a Soma állapot, és mindig ő is szokott viccelődni, hogy apa, mindenki azt hiszi, hogy holott, ha ő levetkőzne, akkor egy másik kép tárulna a világ elé, de ugye azáltal, hogy a kézfeje, az arcprofilja, az egy kapucniban épp, most ugye egy bottal tud közlekedni, én azt gondolom, hogy komolyra fordítva a szót, ez egy az eredeti elképzelésünknél ez egy sokkal méltóbb élet. És akkor az eredeti kérdésednél azért, bár ez egy szomorú történet, egy élete végéig ő is, mi is ezt hordozni kell, és még nagyon-nagyon sok munka és idő van hátra, hogy egyetlen csak jobb legyen, de ez egy óriási öröm, és ott a gondviselés már nagyon fogta a kezünket a történést követően lineárisan, vagy exponenciálisan néha behozott plusz dolgokat, mert ha csak 3 milliméterrel arrébb megy az égés a bal arcon, akkor nincs szeme. Ha nem törik el a csont, nagyon érdekes, a térd, akkor az összes szalag elszakad, mert ez egy olyan törés. Tehát ott az a jó, hogy eltört, ez nagyon érdekes példa. Én is csak azt mondom, amit szakemberek mondanak, hogy legyünk nagyon hálásak, hogy eltört például. Tehát, hogy nagyon is nem szeretném untatni a kedves hallgatókat, de hogy ennek nagyon, tehát nem egy buta átkeretezése a történetnek, és egy bigott, hívő ember mindenben meg kell látni a jót, naív, dogmatikus gondolkodása, hanem ha volt 2 opció, vagy akár 3, akkor 10 esetből, 8 esetben a legjobb opciót hozta Soma a gyógyulást, illetve az intenzívet követően. Tehát ott elindult a gondviselés, amelynek nagyon szerves része Soma, aki
én se láttam még rossz kedvűnek. Na, és pont igen, ez a kérdésem, hogy azért általunk az én kórházamban a pszichológus csapat által szigorú szeretetnek nevezett ápolói orvosi kommunikációból, akkor azért ti kaptatok ezzel ilyenkor már nem szoktak meghalni, apuka menjen dolgozni. Ebből Soma felé vissza, tehát hogyha megfordítod, akkor Somával szemben kell ilyen szigorú szeretetes, nem tudom én, fegyelmezéses gyógytornákat tartani? Tehát, hogy van olyan, hogy ő azért elfárad? Hogy áll most ez? Azért most már jó pár hónapja, 13-4 hónapja csináljátok. Igen, ugye 10 hónapja folyik a rehabilitáció, tehát tavaly, tehát 22. augusztusában hagyta el a kórházat, vagy kaptunk engedélyt arra, hogy szoros felügyelet mellett, de otthon folytatódott a rehabilitáció. Ha már a szigorú, vagy én úgy hívom, nagyon érdekes, én kemény szeretetnek hívom. Van közöttünk egy olyan üzlet, amiről kétszer beszéltünk összesen, és most ezt megosztom veled és a hallgatók, ez talán a legkeményebb, vagy legmélyebb gondolata ennek a beszélgetésnek. A kemény szeretetnél én próbáltam elhelyezni Somának egy olyan gondolatot, amiben mindig kapaszkodhat, és ezt nagyon megfogtuk, és ez a gondolat az volt, és kérem, hogy most te, mint szakember kapaszkodj, mert lehet, hogy nagyon rossz volt az irány, hogy Soma, te ajándékba kaptál egy életet. Ez egy ajándék. Tehát neked papírod van arról, hogy te elvileg nem vagy itt, tehát te valahogy itt maradtál, az első, és klisé, ugye talán van valami dolgod még, hogyha itt maradsz, most ez legyen, hogy hitünkből fakad, vagy az univerzumból, vagy a természet ilyen, hogy de hogy van valami dolgod, egy, kettő, én szeretnék kérni tőled 3 évet, hogy mindent tegyünk meg anyával, tesókkal, kórházzal a rehabilitáció érdekében, és itt jön a durva mondat, hiszen életet kapni borzasztó nehéz, életet eldobni az egy 10 emeletes ház. És ezt tudom, hogy nagyon kemény, amit most mondok, de a Soma azzal a gondolattal indult neki ennek az egésznek, hogy ő majd meglátja, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 év múlva ez egy méltó élet, vagy sem. Ugye felnőtt nagykorú ember lesz, ő döntést tud hozni az életéről, ez esetben kimondom, a haláláról, de az új életéről arról nem tud döntést hozni. Hiszen, hogy ő itt életben marad, hogy ő itt van, hogy egyáltalán értem, születik egy gyermek, abban van valami plusz. Ezt hívhatjuk bárhogy, de abban van valami plusz. Vagy megmagyarázhatatlan, vagy általunk nem érthető. Az, hogy valaki úgy dönt, hogy eldobja az életét, az egy felnőtt ember, én nem tudom, tudatos, nem tudatos, bárhogy, de ez egy lehetőség. És ezt tudom, hogy innen beszélgetve egy szép stúdióban 13-4 hónappal a történtek után. Ez egy borzasztó üzenetnek tűnik, de egy olyan beteg ágyon ülve, ahol egy gyermek nem tudja a két kezét összeérinteni, nem tudja fölhúzni a lábát, és konkrétan 5,5-6 óra, hogy átkötözzék. Tehát ez nem egy műtét, az csak a kötözés volt, amihez altatni kellett a kötözéshez is, tehát olyan fájdalmas, és ömlik belőle a vér az egész testéből. Akkor és ott ez egy nagyon markáns, de a környezethez illő gondolat volt, és én azt érzem a Somán, hogy most mindent megtesz, tehát nincsenek ilyen küzdéseink, amit mondasz, sőt, néha, tehát ő simán, ha talál egy kapcsot magába, ami benne maradt, azt ő kiszedi, úgyhogy folyik a vérbe, és mondom, kisfiam, ezt nagyon, nagyon komolyan. Én még nem láttam ilyen erős embert, engem is lenyűgöz, és többnek tartom őt, mint magamat, tehát megadatott az is, hogy apaként még életében az ember láthatja túlnőni saját magán a fiát. Úgyhogy nincs ilyen küzdés, Soma valahogy ezt elrakta magába, hogy most ezt csinálni kell.
Elképesztő, én pont így képzelem egyébként őt, és biztos azért, mert nagyon sok gyermeket van szerencsém ismerni, és tényleg ilyenek csodálatosak, amivel mi már 5-6 hónapja, nem is tudom én, szenvednénk és feküdnénk és nyüglődnénk őket, majd, hogy nem úgy kell visszafogni. Még egyszer mondom, érdemes csak beütni az ő nevét, mindig mosolygós képekkel találkozik az ember. Szülői füllel hallgatva a válaszaidat, egy csomószor eszembe jutott, hogy megkérdezem, hogy Soma, mire emlékszik az egész? Tehát például honnan van az első emléke? Mi az utolsó, és honnan van az első emléke? Az ő saját első emléke az az, hogy mászik fel a vonat oldalán, és onnantól és benyúl a kezével a barátjához, hogy próbálná oltani, és onnantól nem emlékszik. Na most ehhez képest, mivel hát ugye itt rendőrségi jegyzőkönyv, több szemtanú, tehát itt 7 szemtanú van, egy közel 10 fős csapattal ugye mentek ki. És akkor Soma volt az egyetlen, aki ment a barát? Nagyon-nagyon fontos, Soma volt az első. Az első. És utána jött egy barátja, nem tudom, 8-10 méterrel lemaradva, akit amikor nagy valószínűséggel az automata biztosíték visszakapcsolja, hiszen ő érzékelte az első áram, és ott lekapcsolja 40-45 másodpercre, de ezek nem 100%-os információk, nem mélyedtünk el, de a rendőrségi jegyzőkönyv alapján. Soma valószínűleg azért jutott föl, egyébként ez egy tartálykocsi volt, tehát a vagon tetejére, a létrá, mert valószínűleg akkor nem volt áram alatt a vagon, mert a biztosíték leoldotta. Ő fölment, és a lábával kezdte meg az oltást, hiszen nem tudott valószínűleg hozzáérni, és addigra ért oda az elmondottak alapján egy harmadik kollégiumi társuk is, aki egyébként szintén elkezdett volna fölmászni, hiszen megfogta a vagon oldalát, és nagy valószínűséggel, ez nem biztos, hogy a történet így volt, de nem tudom, hogy a relék, a biztosíték, akkor visszakapcsolta, 25 ezer volt, ez megrázza Somát, és a vagon oldaláról ledobja a harmadik fiút, de ő mondjuk 30 centit, tehát hogy egy lépést tudott föl. És ez a mi szerencsénk, hogy Soma leesik ennek a fiúnak a lábához, akinek élete végéig hálásak leszünk, hiszen ez a fiú üvöltve a többieknek, akik ugye ott sokban állnak, hát lányok, fiúk, 15-16 éves emberek, és látják, ahogy hát konkrétan lángolnak ugye az osztály és kollégiumi társaik. Ez a fiú lekapja a kabátját, és üvölt, hogy az arcát oltsátok, tehát neki köszönhetjük. Tehát itt van egy húsvér fiatal ember, aki lekapja a drága kabátját, és rádobja Soma arcára ilyen lélek jelenlét. Tehát én azt gondolom, hogyha Soma kerül ebben a helyzetbe, és ezért lehet, hogy bár a tények is ezt mondják, nem csak magunkat nyugtatjuk, akkor a barátai is mennek. Tehát mennek a barátai. Tehát a barátság az nem ismer krokodilt, 25 ezer volt ott, akkor menni kell. Elképesztő egyébként ennek a tanúbizonysága emögött a történet mögött, csak ennek is azért olyan, hogy mondjam, visszafogottan örül az ember idézőjelben az örömet, mert hogy azért a fiatalok kárán örülünk, de azért az, hogy van egy ilyen csapat, egy alig összeboronált, igen, tehát pár hónapja voltak, igen, akkor igen, együtt, és így egyet közösen mennek, és ez nem a nem tudom, piázásról, meg cigizésről, hát, hogy arról is, de hogy nem feltétlenül arról szól, hanem a barátok együtt, és krokodilt, és 25 ezer volt, ott nem... ugye eredeti kérdésed, bocsánat, igen, rá, igen, igen. Az volt, hogy a Soma ennyire emlékszik, utána, amikor ő fölébredt, illetve kihozták kábításból, szép lassan, ugye itt egyre kevesebb, még egyszer mondom, ha jól tudom, opiát alapú szereket kapott, és ezt hozzák le a szerről, egyre többet van ébren. Soma az első, és ezt direkt hangsúlyozom, ezred másodperctől kezdve tudta, hogy mi történt vele, hogy hol van, és ami ennél sokkal mélyebb és spirituálisabb, hogy az intenzíves nővérekkel és orvosokkal, amikor Soma kezdett tudatára ébredni, a torokkanül miatt értelemszerűen nem tudott beszélni, tehát és ugye ő írni se tudott, mert nem tudta mozgatni a kezeit, tehát ő egy gyomorszonda orron keresztül levezetve kanül, és egy nagy múmia egy lebegő ágyban, aki folyamatosan lázas, és már magánál van, de nem tud semmit csinálni, és nem tud beszélni. Tehát az ott egy kemény időszak volt az apai, anyai szívnek is, tehát az érdekes volt.
És napokig kerültük a témát, hogy mi történt vele, illetve a barátjával. A orvosokkal karöltve? Az orvosokkal karöltve úgy voltunk vele, hogy hát ennek majd akár az ottani támogató kollégákkal, vagy a valahogy ezt majd egyszer, nem tudjuk mikor az alkalmas időpont, át kell beszélni Somával. És a kemény szeretet, hogy nekem nagyon rosszul esett, hogy hazudunk, tehát ő magánál van, és hazudunk. És bementem, és négy szem közt voltunk Somával, de még nem tudott beszélni, és hát különböző jelekkel, de jól hallott, értette, egyértelműen látszott, hogy szellemileg megérkezett, vagy úgy tűnt, és én rákérdeztem, hogy ő tudja-e, hogy mi történt a barátjával. És teljes természetességgel mondja, hogy persze, persze, tehát és azt a nemzetközi jelet mutatta, akkor már tudta mozgatni a kezét, hogy igen, hogy ő tudja. És akkor eltelt néhány nap, mondjuk inkább 2-3 hét, hogy tudtunk beszélni. És mondta, hogy ő úgy ébredt föl, hogy ő tudta. Tehát ő tudta, ő álmában, vagy kábításban, holott soha senki nem beszélt körülött elől, hiszen az intenzíves nővérek folyamatosan beszélnek hozzájuk, hiszik abban, hogy valami bejut ugye a zene, a beszéd, stb. Tehát ez a téma nem volt körülött, tehát nem volt téma, értem, hogy mi sem beszéltünk róla soha, tehát ő ezt nem hallhatta. Tehát nagyon érdekes volt, hogy mint egy bizonyosság a teljes történését tudta, mi történt a barátjával, tehát ez egy fantasztikus, a mai napig megmagyarázhatatlan. Nem volt egyébként olyan élménye, a bátyámmal álmodott, a barátaival álmodott, nem volt rossz élménye, és nem volt fehér fényben. És ezt sokan kérdezték, és ebben főleg az én részemről nincs cinizmus, igen. Hanem ő egyértelműen az életet választott. Tehát barátaival álmodott, amerikai autók kiállításon vagy találkozón volt, úgyhogy ő ennyire emlékszik, és ami nagyon fontos, megingathatatlan hite a mai napig, hogy ha választhatna is újra, tehát hogy valószínűleg így könnyebb élni, mint úgy, igen, hogy nem indult volna el. Hát igen, a gondolatomat, ja, hogy valahogy az ő lényéből, vagy a ti lényetekből ez fakad, hogy ő ezen nem változtatott volna, hogy oda megy ehhez a fiúhoz, és megpróbálja a lehetetlent. És neked mikor került vissza a kereszt a nyakadba? És akkor eltelt... Hát 4 hét, tehát ez nem 1-2 nap volt, mire újra jóba lettünk, tehát fölmentem az Áldó Krisztushoz, akkor olyan csúnyán is beszéltem, akkor beszéltem a lelkésszel, aki nagyon rengeteget segített, rengeteget imádkoztak Somáért, egyébként maga az erő, tehát mikor 300 gyerek fogja a tornatermébe vagy tornacsarnokába a Refinek, a református gimnáziumnak úgy láncba egymás kezét. Tehát most ez nem hívő embernek is egy olyan erő egyébként szerintem, hogy összegyűlik egy közösség, és most elnézést a profán hasonlatért, de ez tehát egy olimpiai döntőben, amikor egy magyar csapatért szurkolunk, vagy tehát a közösségben rejlő ilyetén erő, ez egy imában manifestálódik. És tapasztalni, hogyha kórházban és dolgozik ott van. Az ember, igen, tapasztalni az erejét, elképesztő, hogy mit tud adni. És akkor, amikor a gondviselésnél láttam, hogy van A opció, ami nagyon rossz, B opció, ami kevésbé rossz, és akkor B opció jött. Akkor van Z opció, ami még jobb, akkor volt, hogy bejött Z opció, és akkor úgy éreztem, hogy a mai napig nem tudjuk, miért történt, és nem is kutatjuk. Egyébként én ezért nem klasszikus értelembe vett pszichológus segítséget még nem, de azt gondolom, hogy egy idő után igen, mert képzeld el, nagyon érdekes, hogy nem tudtam mit vinni. De az első 60 napban, mi alatt beszélgetek egy segítő személlyel, az alatt lehet, hogy elveszítettem a fiam, vagy fölébredt a fiam, tehát nem tudtam, igen, mit vinni. Azt követő időszakban pedig annyi dolgunk van, ugye a mai napig órára be van a gyógytorna, a hegkezelés, a kompressziós ruhamosás, a föladás, levétel, egy héttel ezelőtt értek véget a vizsgák, én hetekig Sárospatakon
éltem, ezáltal elmaradt minden, tehát hogy téli gumi van az autóimon, a lányaimmal alig találkoztam, ráadásul egyik most érettségizik, a kutyák, cica, a kert, szüleim, tehát hogy minden el van hanyagolva, tehát most kezdjük el utolérni magunkat. És hogy milyen érdekes, hogy az elhanyagolva szót azért nem elhanyagolva, de hogy ilyenkor a szülői lélek valahogy a sor végére kerül a megoldandó feladatok sorában. Na, és gondolom eljön az ideje, uh-huh, nem? Igen. Tehát lehet, hogy lesz egy olyan pont, hogy Soma visszakerül a következő évben még szintén biztosan egyéni tanrendben, mert rengeteg heg műtét jön most szeptember, október, úgynevezett húzó hegek, tehát kedves hallgatók, képzeljék el, hogy gyógyul a bőr, gyógyul, de össze ráncosodik, megkeményedik, hiszen az nem egy odavaló dolog, és bármennyi hegkezelés, és bármennyi krém, és gyógytorna, az rengeteget segít, hogy egyáltalán mozog a nyak, hogy mozog a váll, az összes olyan jellegű mozgás, ami vállból, hátból indul nagyon szépen, majdnem teljes terjedelemben működik, de azért a bőr kezdi megfogni, és akkor korrekciós, funkcionális, ezek nem esztétikai műtétek, ezek funkcionális műtétek, ezek jönnek szeptember-októberben, és akkor talán, de egyébként nem gondolunk így egy évre előre, de ha most így, akkor talán 2024 szeptember-októberétől akár Soma még koleszes is lehet, hiszen hát ott a társai segítenek neki fölvenni a kompressziós ruhát, meg a lépcső, de hát ez nagyon-nagyon előre ugrottunk, és lehet, hogy akkor érkezik meg az, hogy egy picit magunkkal is kell törődni majd 2,5 év után. Tehát, hogy én nagy valószínűséggel még találkozunk, és jövök hozzá, nem tudom, remélem, paciensként is, de azt gondolom, hogy nem, most a cselekvő szülőnek van. Igen. Itt a dolga és ez nagyon fontos, ez a cselekvő aktív, amit egyébként egész Csáki családon meg lehet, a cselekvő Csáki család. Nagyon jó, igen, aliterál. Szóval, hogy nagyon-nagyon meg lehet élni rajtatok ezt, és hogy a sok után ugye ez az a szakasz, ami következik, a cselekvés, amikor úgy megrendezem, megszervezem a család életét. Hogy néz ki most egy napotok? Most megvannak azok a vizsgák, milyen lesz a nyár? Van most a nyár az somás lesz, hogy így mondjuk. A vizsgák nagyon-nagyon fontosak voltak, ez június olyan 10-e körül végzett Soma. Soma a következő 2 éven, úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy tokától bokáig egy fekete, nagyon-nagyon vastag gumiruha van rajta, ez olyan, mint a nem tudom én, a szörfösöknek, uh-huh, vagy a búvároknak, de egy hordható, ezt kompressziós ruhának hívják, lenyomja a hegeket, és tényleg minél többet hordja Soma, annál nagyobb esélye van, hogy szebeget. Ezt ő megértette, ezért 24 órát hordja, ehhez egy maszk is tartozik egyébként. Ezt a maszkot értelemszerűen, amikor eszik, vagy közösségben van, akkor nem hordja, de otthon és éjszaka hordja. Napra nem mehet a következő 2 évben, tehát a nyár az úgy telik, hogy mindenféle csoda programot csinálunk reggel meg este, kikerülve a napot, úgy, hogy mivel egy nyár kimaradt a Somának, tehát ugye 2 éve nem nyaralt, hiszen a tavalyi nyarat a kórházban töltötte, egy nagyon aktív napokat, heteket képzeljenek el a kedves hallgatók, tehát reggel fölkelünk, ő ugyanúgy mindenki más megreggelizik, megcsinálja, vagy kimegyünk egy street workoutra kora reggel, akkor ott kondizik, vagy edz, akkor a nap elől egy picit elbújunk a házba, ott tanul valamit, kutyájával van, olvas, gitározik, tehát eltelik az idő. Ebédel délutánra ő egy kicsit elfárad, értelemszerűen azért az óriási sokkot kapott, és 63 kilóval került be a kórházba, és még mindig csak 51-2, tehát hogy van egy nagy súlyveszteség még mindig. Picit lepihen, délután 2 vagy 3 óra elfoglaltságot jelent, hogy érkezik hozzá a hegkezelő gyógytornász, így az egész testét ugye gyógytorna, illetve legfőképpen az arcát, nyakát hegkezelő pálcával hegkezeli, ugye akkor már nagyon, nagyon délután van. Ez fájdalmas dolog? Ez az elején fájt, minél, és most is tud fájni, igen, tehát bizonyos hegeknél fáj, ez nem, ebbe elpillett Soma is, meg a gyógytornász is, tehát ez egy melós, igen, ez egy melós, tehát ez nem egy bekeni krémmel az. Igen, így beolajoznak, igen. De hát ugye ők már egy szimbiózisban élnek, hiszen nagyon sok időt töltenek együtt, és akkor a délután folyamán pedig, hogyha nincsen, mert csak heti 4-szer vagy 5-ször van már
tanárhegkezelés vagy gyógytorna, akkor Somának ezen a héten lesz a parasportolói bírálóbizottság előtt a vizsgálata, hogy besorolják-e parasportolónak, vagy nem. Ő igazolt kenus volt Sárospatakon, hogyha besorolják, akkor hetente 4-szer, 5-ször Csepellen megyünk le, ugye amikor már lement a nap, és 5-kor, 6-kor, 7-kor, neki rendes kenu edzése van, ülő kenut képzeljenek el, óceáni kenu, vagy outrigger, ha valaki nagyon jártas benne, és akkor ő parasportolóként fog részt venni versenyeken. Tehát így telik a nyár, de vagy a feleségem, vagy én, tehát pici babánk van, hogy így mondjam, mert nem hagyjuk egyedül Somát, igen, hogy Netflixezzen napokat. Ő ugye táborba önállóan most nem fog menni, de egy nagyon vidám, nagyon aktív, mindenhova jön velünk, segít, egy kapucnit, hogyha fölvesz, akkor ő emberek közé megy, nem szégyeli ezt a... Úgyhogy nagyon aktív, közösen töltött idő, így telik a nyár. Elképesztő, ahogy így tudod, elmondod, meg ahogyan ide készültünk, azért egy pár telefon vagy egyeztetés megelőzte. Te vagy ti Somával mindig csináltok valamit, most is elmondod, igen, hogy 24 óra be van osztva, de azért még egyébként eljársz dolgozni, és esküvő szezon, szóval, hogy nagyon egy nagyon-nagyon kedves családképét mutatjátok innen, és elképesztő az az erő, ami van, és az a könnyedség, amivel ezt az erőt előadod, vagy amivel tudsz róla beszélni, és én emiatt holnap estig tudnálak kérdezgetni, de minden ilyen jó kis műsor egyszer véget ér, és arra viszont még nagyon-nagyon kíváncsi volnék, hogy kit ajánlanál szerinted ebben a témában, amiben ez a podcast készül, ami egy különleges ember bemutatására hivatott, én mindig úgy szoktam ide vendéget hívni, hogy aki az adott területen van, ami újat, pluszt, mást, különlegest csinál, teremtett meg, annak a vélemény ezzel a dologgal kapcsolatban kíváncsi vagyok. Egyébként, amikor felálltál a hit és konferencia, vagy hit és gyógyítás konferencián, akkor ott nekem egyértelmű volt, még aznap akkor nem mertem megkeresni és oda menni, az olyan túl sűrű volt, de hogy az a kommunikáció, az a stílus és az az üzenet, amit a szülőknek elsősorban, az én fülemnek elsősorban szülőknek, de hát Soma a kortársainak is a küzdő szellem tekintetében hatalmas tényleg tanításokat nyújtotok, szóval, hogyha te ajánlhatnál ide, ebbe a ráhallgathatnál be egy vendéget, akkor ki lenne az? Én őszinte választ fogok erre adni, és lehet, hogy nem a legjobb. Én Soma intézményi lelkésze Fejér Zoltán tiszteletes, és ahogy kimondom, a nem hívő embereknek, vagy aki nem jár templomba, ő előttük megjelenik egy szigorú pap, aki, nem tudom, prédikál, és valamilyen kicsit távolságtartó ember. Én azt gondolom, hogy ő ugye most közel 800 diáknak egy speciális világban olyan sorsok, azért Borsod széle maga, ő önmaga is Erdélyből jött át, egy egyszerre gyermek, egy egyszerre pedagógus, egy egyszerre pasztorálpszichológiát végzett, tehát hogy ehhez a világhoz azért nagyon jól és tudományos szinten, nem csak a hittel kapcsolódó valaki, aki egy nagyon észszerű, nagyon a hittet, a mindennapi világ nagycsaládos apuka, egy olyan ember, amilyen embert nem gondoltam, hogy valaha, én 49 éves vagyok, hogy valaha megjelenik még az én életemben. Tehát ez nem tudom, ő az egyik, a másik pedig az ehhez a világhoz valószínűleg közelebb van. Én a teljesítményt ugye mondtam, hogy nagyon tisztelem. Nekem pont a sokat említett, hogy a Betesda Kórháznak a kommunikációs igazgatója, ő egyszerre nagyon komoly jegyzett ultrafutó, 5 gyermekes édesanya, és a hithez is nagyon komoly, remélem nem árulok el titkot, de teológiai végzettsége is van, és közben pedig egy nagy kórháznak a nagy kommunikációs világát viszi, tehát hogyha ilyen csodalényt keresünk, aki az élet több területén, és itt az ultrafutásra, itt ne 40 kilométert, itt 100 pluszos nagyon nagy hegyekkel gondoljanak, és az 5 gyermek az 5 gyermek, és mindehhez
még aránylag fiatal is, tehát hogy ezt így lehozta. Ő egy érdekes valaki lehet, aki látja ezt a világot, és kicsit a materiálisabb részéről is, hogy mondjuk egy alapítványhoz hogyan lehet, nem tudom én, sok százmillió forintot szerezni úgy, hogy utána az jó célra menjen, ilyen gyerekeknek akár, mint Soma ellátása. Jó, hát én elkezdtem nagyon izgulni mind a két személlyel kapcsolatban, mert hogy mind a kettőről egyrészt nagyon szépen beszélsz, és akkor az ember ugye ennek meg akar felelni, hogy méltó házi asszonya legyen az ő vendégségüknek, és az utóbbi hölgyet, hát mi ismerjük a hírét a kórházban, ahol én dolgozom, és hát csak szuperlatívuszokban, úgyhogy felkötöm majd a nadrágot, és bizony meghívom, mert hogy a kihívásokat azért szeretem, és abban biztos vagyok, hogy ő nagyon-nagyon sok értékes gondolattal ajándékoz majd meg minket. Ahogyan te is, Malaci, és nagyon, tényleg nagyon megtisztelő, hogy így vagy itt, és hogy édesapaként ennyire nyíltan és előremutatóan irigylésre méltó ennek a Somának a helyzete, akinek nagyon-nagyon sok erőt kívánunk, és teljen el minél hamarabb még ez a két év, hogy utána lehet, hogy ő lenne itt a következő csáki az én stúdiómban, és akkor itt a vendégként őt hívnám meg, mint különleges embert. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én nagyon köszönöm a meghívást.